Sziasztok lányok, fiúk! A mai óra egészen különleges lesz, mert végre nem a Customers táblával fogunk foglalkozni, hanem tovább repülünk az Employees táblára, ami gyakorlatilag a munkavállalókat jellemzi, illetve azokat gyűjti össze. Láthatjuk, hogy itt már külön van a last name és a first name, ugye ez a keresztnév és a vezetéknév. Itt van a születési dátum, egy file fotónak az elérési helye, illetve a neve a file-nak és a kiterjesztése, és jegyzetek, ami lehetne description is, de itt most notes-nak hívjuk. Oké, írjunk egy olyan lekérdezést, ahol megkapjuk, ki a legkorábban megszületett ember. Tehát azt tudjuk, hogy ez egy select lesz, sőt select csillag, from employees. Idáig semmi más nem történik, mint hogy kilistázunk mindenkit. És arra vagyunk kíváncsiak, hogy ki a legidősebb, tehát mondhatom azt, hogy állítsd sorba szülinap szerint őket. Láthatjuk, hogy már is kijött az 1928-ban született an old chum, Adam West úriember, és éppen ezért tudjuk, hogy mivel mi a legidősebbre vagyunk kíváncsiak, ezért azt mondhatom, hogy limit 1. Limitáld le, hogy csak a legidősebbet mutasd. Hogyha a két legidősebbet akarjuk, akkor limit 2. Köztük van ugye egy nagy korkülönbség. Tehát ez előfordulhat egy állásinterjúban, egy ilyen feladat. Oké, még egy fontos dolog, amit szintén megtaláltak a V3 Schools oldalán, az a minimum kiválasztás. Ez is egy beépített függvény, ami úgy működik, hogy azt mondom, hogy szintén a legidősebb embert keresem, csak egyedül őt, akkor azt tudom mondani, hogy select min, és ez egy olyan függvény, aminek át tudok adni megint csak egy paramétert, de azt mondom, hogy melyikre keressen rá, melyik columnre, birth date-re. Megnézzük, hogy mi a minimum birth date. Lefuttatom, és láthatod, hogy ki is hozta azt az értéket, amelyik a legrégebbi. Ez abban az esetben tök jó, hogyha nem érdekel például, hogy ki az, akiről szó van, csak azt akarod tudni, hogy melyik a legkisebb érték. Ugyanez természetesen működik a max parancsal is, akkor láthatod, hogy a legidősebb ember 69-es. A countról már beszéltünk, ugye a count az pontosan ugyanilyen beépített függvény, amit meg lehet hívni, visszaadja, hogy hány darab rekord található ebben az adattáblában birth date-tel. Oké, ha már most részletezünk minden ilyen beépített dolgot, akkor hadd térjek vissza egy pillanatra a like-ra, ha még emlékeztek. Ha például itt azt mondom, hogy select csillag, ahol notes között van olyan, a notesban leírva, emlékszünk arra, hogy valakinek a leírása education-nel kezdődik. Hogyha itt azt akarnánk mondani, hogy tudjuk, hogy az első három betű az valami edu, akkor azt mondom, hogy edu, és rákeresünk, ugyanúgy kihozza. Viszont, és ez nagyon fontos, hogyha nem az első dologra emlékszünk, de azt tudjuk, hogy a második karakter az egy D, akkor megtehetjük azt, hogy azt mondjuk neki, hogy aláhúzással jelezzük azt, hogy innen hiányzik egy betű. Nem tudjuk, mi az a betű, de ez az első helyen van, és utána van a do. És hogyha ezt lefuttatjuk, ugyanez lesz az eredménye. Tehát mi a különbség e között a jel között, meg a százalék jel között? Az a különbség, hogy a százalék jellel azt fejezzük ki, hogy hát ott van valahány karakter, nem tudjuk mik. Itt pedig azt mondjuk, hogy ezen a helyen van egy darab karakter, ami nem jut eszünkbe. Ez csak egy újabb eszköz a műszeres dobozodba. Később egyébként fogjuk tanulni, hogy ez pontosan micsoda, ugyanis ez a fajta mintamegadás, ez nem SQL specifikus. Ez működik például akkor is, ha egy terminálon keresztül egy Linux-szal kommunikálva keresel egy fájlt, vagy egy mappát. Ez csak egy érdekesség, hogy az SQL-ben is hasonló módon működnek a dolgok. Oké, térjünk vissza még egy pillanatra a customers-höz. Amiről még nem beszéltünk, az az in parancs, ami gyakorlatilag azt mondja meg, hogyha van nekem valahonnan, a program mondjuk kap egy tömböt, tehát ételezzük fel, amiben vannak felsorolva városok, akkor megmondhatom azt, hogy tulajdonképpen nekem az adattáblából olyan adatokra lenne szükségem, aminek a városai megegyeznek a tömbben felsorolt városokkal. Erre van az in parancs. Az inben megadhatsz egy tartományt, azt tudod mondani, hogy felsorolok benne pár dolgot, és azt tudom mondani, hogy azzal téri vissza, ahol a country benne van egy adott tartományban, amit én most átadok neked. Tehát vagy Germany, vagy UK. Tehát vagy Németország, vagy Franciaország, vagy az Egyesült Királyság. És akkor olyan választ fogunk kapni, ami ebben a három országban megtalálható, hiszen a country alapján be tudta őket lokátolni. Oké, tehát ez is egy plusz funkció, amit tudunk használni az SQL-ben. Mi van akkor, hogyha arra vagy kíváncsi, hogy melyek nincsenek benne ebben? Akkor azt tudod mondani, hogy
not in, vagy not in amerikaiul. Nagyon flexibilis ez a nyelv, ahogy látod. Nagyon-nagyon érdemes vele játszadozni, próbálkozni, mert rengeteg mindent meg lehet vele fogalmazni, hihetetlenül egyszerűen. Oké, még egy dolog, most nagyon sok mindent mutatok, tisztában vagyok vele, de ilyen az élet. Így tanulunk, mert ezek már csak gyakorlatilag plusz eszközök, amiket használhatsz. Például az a kérdés, hogy kik azok az alkalmazottak, akik 68 és 88 között születtek. Akkor azt mondjuk, hogy ezt szépen kitöröljük, és kiválasztunk minden customers-t, ahol a birth date az between, és akkor azt mondjuk, hogy 1900, hát mindegy, legyen mondjuk, sok lesz, 69. január 1-je, és 1989. január 1-je. És már csak arra kell figyelni, hogy ez a employees. És hogyha ezt lefuttatod, akkor már is láthatod, hogy visszadobja azt neked, hogy eredménytáblában, hogy kik azok, akik 69 és 89 között születtek. Nézzük, hogy 99 között se senki. Jó, akkor 59. Ah, így már akad egy pár ember. Egyébként azt is mondhatod, akinek a birth date az nagyobb. Ez is működik. Tehát nagyon flexibilis az SQL nyelv. Nem minden adatbázis kezelő rendszerben, de a legtöbben ezek a dolgok mind működnek. És akkor már azt is kitalálhattátok, hogy például az előző az működik úgy is, hogy not between e között. És akkor azokat dobja ki, akik vagy 59 előtt, vagy pedig 79-ben születtek január 1 után. Oké, most nagyon sok mindent mutattam meg plusz funkciót, úgyhogy a következő órán ezt folytatom, de most hagylak titeket egy kicsit pihenni. Így tovább, srácok, gyakoroljatok, és a következő órán akkor megyünk tovább. Sziasztok!